Borostyán levelek. Egy óra előtt pár perccel Vink a kopogásra nyitott ajtót. Bújjon be, mindjárt készen vagyok, invitálta be a vendéget. Köszönöm, ezúttal törpe rózsát hoztam, ezt legalább kiültetheti majd a szabadba. Meg csokit, mosolyodott el John, tudva, hogy azzal nem foghat mellé nála. Ó, köszönöm, ha lenne is hová, de a csoki még jól jöhet, ha ehetetlen lesz a főztöm, tréfálkozott Vinka. Legfeljebb, akkor majd kiülteti hozzám. Mondjuk ez egy jó ötlet, tűnődött el Vinka. Jól áll magának ez a kötény, jegyezte meg John, figyelve Vinka ténykedését a konyhában. Ja, valahogy különös érzéken van rá, hogy összekenjen magam, gondoltam, hát ha megvéd. Azzal ránézett pólója ujjára, és rájött, hogy ezt most sem sikerült elkerülnie. Hát, azt látom, jegyezte meg somolyogva John, miközben Vinka arcáról ujjával letörölt egy kis maszatot. Hmm, vargánya mártás? Valami olyasmi, tejszínes gombás pagetti, jó lesz. Nem mertem garnélát, féltem, hogy nem szereti. Téved, azt is szeretem, de a gombát egyenesen imádom, úgyhogy jó választás volt. Közben Vinka gyorsan befejezte a tálalást, majd bizonytalanul rákérdezett. Tud maradni esetleg éjszakára, s közben hezitálva szorongatta kezében a boros palackot. Nos, nem így terveztem, de tulajdonképpen megoldható, csak akkor hajnalban vissza kell mennem Suzihoz, amennyiben így megfelel. Persze, tökéletes, örült meg Vinka. Azzal elővett két boros poharat, majd John kezébe nyomta a dugó húzót. Az ebéd után Vinka még beviharzott a konyhába. Annak örömére, hogy nem kell ma hoza mennie, gyorsan összedobok még egy tiramisu-t vigyorgott. Húsz perc alatt megvan, csak nem mertem megcsinálni, amíg nem tudtam tehetek-e bele alkoholt. Estére jó is lesz. Ahogy végzett vele, visszaült az asztalhoz. Tünődve nézett maga elé, majd megszólalt azt a kápolna romot az erdőben. Egyszer megnézhetjük nappal is. Persze, természetesen, egyik nap felkereshetjük, főleg most, hogy hirtelen szabaddá váltunk. De van esetleg valami konkrét oka? kérdezett rá John, mert látta, hogy Vinkát erősen foglalkoztatja a dolog. Hát, éjjel volt egy különös álmom arról a helyről. No csak, szabad megtudni, hogy mit álmodott róla? Vinka enyhén elpirult. Ott volt az esküvőm. John láthatóan megdöbbent Vinka válaszán, aztán elmosolyodott. Félve kérdezzem meg, volt hozzá valami közöm az álmában? Vinka most már még inkább elvörösödött. Igen, határozottan nevette el magát végül. John sejtelmesen mosolyogva nézett maga elé, láthatóan járt valami a fejében de aztán nem mondott semmit. Majd, mint akinek akkor jut eszébe valami, egyszer csak megszólalt. Viszont van pár dolog, amit el akartam mondani. Az egyik, hogy hamarosan meg lesz a kocsia. Vinka láthatóan felderült, majd rögtön utána gondolkodóba esett, melyre John azonnal reagált is. Persze, attól még a mazdát ugyanúgy használhatja tovább, majd eldönti, hogy mikor melyik illik jobban a ruhájához. Vinka derűsen felnevetett. Ez nagyszerű hír, köszönöm, lehet már esetleg tudni, hogy mikor? Nagyjából egy hét még, Tom hívni fogja a jövő hét folyamán, ahogy mindent befejezett. A másik, tegnap találkoztam Melisszával. Azzal egy papír csúsztatott Vinka elé. Ez micsoda? nézett értetlenül Vinka. Nos, mint már múltkor szóba került, a kocsi valóban az ő nevén volt, noha egyetlen egyszer sem használta. Hogy-hogy? Hosszú történet, legyen annyi elég, mire legördült a gyártó ő már az új lovakjától kapott Ferrari-val Ó, sajnálom, ezt nem tudtam. Szerintem ne sajnálja, mosolyodott el John, de lényeg, hogy az autó most már a magáé. Hogy-hogy? nézett elképedve Vinka. Hát, így. Ő nem tartott rá igényt, és őszintén szólva a mostanában kapott gyorsajtási büntetésekre sem, amiket a napokban postáztak neki, nézett mosolyogva Vinka szemébe. Hoppá, kapta közben Vinka szája elé a kezét. Így aztán alig várta, hogy formailag is lekerüljön a nevéről. És ha már összefutottunk, elintéztünk mindent, ami még papíron valamilyen formában összekötött minket. Mint például, figyel tovább Vinka őszinte érdeklődéssel. Kijelentkeztem az egyébként csak kiadásra használt lakásából. Így viszont elintéztem a papírokat a saját házamra, tulajdonképpen csak egy formális engedély kellett még, amit ügyvéd intézett tegnap, úgyhogy arra pedig megvan a normális lakhatási engedély, így ennyi év után, foglalta összenevetve, bejelentkezhettem a saját otthonomba. Az ajánlatom pedig továbbra is áll, így ha egyszer úgy érezni, akár hivatalosan is oda tudnak költözni hozzám. Vinka hallgatta John összefoglalóját, közben sejtelmesen mosolygott, majd egyszer csak megszólalt. John? Igen? Én tegnap felmondtam az albérletemet. Ó, sajnálom! Majd egy másodperccel később Vinkára nézett, aki továbbra is jó kedvűen mosolygott. Láthatóan akkor esetlen neki az összefüggés. Akkor ez most esetleg azt jelenti? Vénka mosolyogva bólintott. Amennyiben tényleg nem zavarok, nézett Vinka kisé félénken, félig kérdezve Csonra. Hogy zavarna már, de ha ezt még egyszer megkérdezi, akkor esküszöm, elköltözöm. Vinka elnevette magát, valójában nem sürgős, van még egy hónapon, mert június végéig ki van fizetve a lakbér, de utána már nem akartam meghosszabbítani. Nagyon örülök neki. Tényleg, azzal megölelte vinkát, és egy csókot adott a homlokára. Na, megnézem ezt a tiramiszut, elvileg már jónak kell lennie. Azzal bement a konyhába. És mi a helyzet a cikkével? Van valami változás, esetleg fordulat? Érdeklődött John. Ahogy vesszük. Nagyjából semmi, még néhány helyről visszajeleztek, hogy publikálták, de a legtöbb komolyabb magazin és fórum még mindig az aggályos bizonyítékokra hivatkozva nem meri leközölni. A Természetbarátok Szövetsége például azt jelezte vissza, hogy mindenképpen érdekes és felkavaró írás, de azt kérték, szerezzek még valami egyértelmű bizonyítékot, és akkor az ügy felgöngyölítésében is szívesen segítenek. Hát ez így nem lesz egyszerű, tűnődött el John. Valóban, viszont képzelje, erre nem is gondoltam, de néhány helyről automatikusan fizetni akartak a szokásos saját tarifájuk szerint. Már a számlaszámomat is elkérték, állítólag egy héten belül jön mindenhonnan a honorárium. Na hát, ez viszont jó hír. Igen, tekintve, hogy hirtelen állás nélküli lettem, így kifejezetten nevette el magát Vinka, miközben a tiramiszut pakolta kis tányéra. Azért nem féltem magát, ismerem már annyira, hogy a jéghátán is megélne, de ha mégis úgy alakulna, akkor forduljon hozzám bizalommal. Szerencsére vannak tartalékaim. Köszönöm, ez igazán kedves, és szerencsére még nekem is, nagyrészt Mr. Taylor jóságának köszönhetően, jegyezte meg Vinka bőséges iróniával fűszerezve. John némi töprengés után Vinkának szegezett egy kérdést. Magát nem zavarja a korom? Vinkát láthatóan váratlanul érte a kérdés, de cseppet sem jött tőle zavarba. Nem, ellenkezőleg mosolygott szélesen, amitől határozottan az az érzése támadt, hogy ez nálam még kifejezetten valami külön pozitív faktort is jelent. És holnapra mi a program? kérdezte John. Még nem tudom. Esetleg átjön? Rendben, bólintott Rávinka. Este egy nagy beszélgetés mellett még megitták a maradék bort, aztán John igyekezett aludni térni, hogy korán fel tudjon kelni. Hajnalban Vinka számára kellemes dallamokra ébredt. – Ez bátori, de lék! – állapította meg kómásan, csak még fogalma sem volt róla, honnan jön a zene. – Talált! Arra tippeltem, hogy ez talán tetszeni fog. Jaj, átállította végre azt az elviselhetetlen vészhelyzeti riasztó hangot. És igen, szeretem. Akkor jó, mosolyodott el John, mellesleg jó reggelt. John sietősen összekészült és hazament. Vinka délelőtt, még piszmogott egy kicsit otthon, elrendezgetett pár dolgot, aztán összepakolt néhány holmit, amit magával akart vinni az erdei házba. Indulás előtt még felnyitotta a laptopját, majd azzal szembesült, hogy nem teljesen jó irányba mennek a dolgok. Mr. Taylor és cinkostársai minden bizonyal lejárató kampányt indítottak ellenük, mert az övével ellentétes cikkek kezdtek napvilágot látni. Melyben ráadásul arról is nyilatkoztak, hogy a tetteseket, már akik őket próbálták befeketíteni, perbe fogják alaptalan vádaskodás és jó hírnév megsértése miatt. Hirtelen fel tudott volna robbanni, mert bár tudta az igazságot, nem volt benne biztos, hogy mindezt bizonyítani is fogja tudni, befolyásos kapcsolatok nélkül. Végül összekészült, és elindult Johnhoz.